Hát sziasztok! Ismét a Conan Exiles kezdőknek sorozatnál tartunk, harmadik részünknél. A mai részünk az állatokról fog szólni, illetve arról, hogy milyen veszélyes és kevésbé veszélyes lények, illetve emberek találhatók a pályán. Elsőként is, mielőtt elkezdenénk belefolyni ebbe a témakörbe, tisztázunk le egy pár dolgot. A Conan Exiles-ban két külön fajt különböztetünk meg, emberek és állatok. Emberekből több fajta létezik, ezeket az embereket vagy kisebb tábortüzek mellett, kisebb, illetve nagyobb falvakban fogjátok megtalálni. Az emberek több különböző csoportra osztatók szét. Vannak a harcosok, ebbe beletartozik a kardos harcos, a láncsás harcos, illetve az íjászok. Vannak még a munkás emberek, ebbe beletartozik minden olyan fajta ember, ami egy adott munkapadhoz szükséges lehet. Vannak még maguk a szelidítő emberek, erről a későbbiek folyamán is lesz majd szó, illetve a táncos emberek. Róluk is lesz majd külön szó, hogy pontosan ki mit csinál. De akkor mérjünk is bele jobban első körben az emberekbe. Harcos emberek. Ugye minden egyes ember egytől 4-es szintig, vagyis legendás szintig van besorolva. Az 1-es szintű emberek általában kőfelszereléssel találhatóak meg, a pálya kezdetleges szakaszain fogtok velük találkozni. 2-es szintű emberek már a pálya belsőbb köreiben találhatóak meg, kisebb falvakban fogjátok őket már megtalálni. A 3-as szintű emberek már egy jobban felszerelt, páncélozottabb emberek, őket már akár meg is szelidíthetitek majd, erről később ebben fogok beszélni, mi ez a szelidítés, és hasznotokra is lehetnek. A 4-es, vagyis legendás szintű embereket onnan ismerni föl, nagyobb csoportok veszik körül őket, illetve saját nevük van. Magyarul nem úgy fogjátok megtalálni, hogy Fighter 1, hanem mondjuk Böko the Fighter, és akkor innen meg fogjátok tömböztetni őket, hogy nekik saját nevük lesz. Vannak maguk a képzéseket gyorsító emberek. Mire utalok ez alatt? Ugyanígy itt is 1-es szintől 4-es, vagyis legendás szintig találhatóak meg ők. A képzés gyorsítókban az 1-es szintű emberek minimális sebességet gyorsítanak az adott gyártásban. A 2-es szintű emberek már látványosan gyorsítják azt a fajta folyamatot, ahova te őket használod. A 3-as és legendás szintű emberek, ezt egy csoportban venném, nem csak hogy gyorsítják a adott termelést és vagy gyártást, hanem hogyha olyan csoportból találod meg őket, akkor külön a csoportra jellemző dolgokat, még pluszban anélkül, hogy te azt kitanulnád, le tudod gyártani. Mire gondolok ez alatt? Ha mondjuk egy sivatagi embert fogtok, 4-es szintűt, vagyis legendás embert, és egy gyártó helyre tudjátok őt felhasználni, akkor a sivatagi itemek azon részét ő le fogja tudni nektek gyártani, anélkül, hogy nektek azt meg kellene tanulni. Eddig remélem egyelőre érthető a dolog. Szeretnék áttérni az állatokra. Ugye a játékban 2 állatcsoport különböztethető meg. Ugye, mint a valóságban is, növény, illetve húsevők. Növényevő nagyon minimális található a játékban, és ami található is, az is 2 csoportra osztható, barátságos, illetve veszélyes. Mi az, amire gondolok barátságos és veszélyes alatt? A barátságos az az, oda tudsz menni hozzá, nem támad meg. A veszélyes az az, oda mész hozzá, ha egy bizonyos távolságon belülre érsz, meg fog téged támadni. Akkor kezdjük a barátságossal. Milyen barátságos állatok vannak a Conan Exiles világában? A nyúl, a dír, vagyis a bambi, illetve ennyi. Ez a 2 állat van, ami nem támad meg. Ami még esetleg ide sorolható, az a teknős, vagyis a shellback. A kis teknősök nem támadnak meg, a nagy teknős csak akkor támad meg, ha a fészkükben felelhető tojáshoz akár csak egyhez is hozzányúltál. Akkor megtámad. Milyen húsevőink vannak? Ez már adok nektek képet, és akkor megmutatom, hogy
Pontosan milyen állataink is vannak? Kezdjük az első helyről. Hol találjátok meg azt, hogy milyen állatok találhatóak a játékban? Ha nem akartok neten bogarászni, keresgélni, akkor a legegyszerűbb az, beléptek a játékba. Feedsbe beléptek. Decoration, vagyis dekorációk. És akkor itt találjátok meg a taxidermiket. A taxidermi az az, hogy egy állatnak le tudjátok vágni a fejét, és kihelyezni a házatokra, mint trófeát. De adott esetben ez nektek egy nagyon jó iránymutatás is lehet, hogy pontosan milyen állatokat találtok meg az egész játék területén. Kezdjük akkor a legalapabbal. Hiéna, és amit említettem, shellback. Hiéna. 2-es, 3-as, 4-es csoportokban fogjátok megtalálni őket. Crippled, azaz lassítást okoznak nektek. És ha folyamatosan krippelődtök, egy idő után bleedinget, vagyis vérzést fogtok kapni tőle. Mit jelent ez? Megkapjátok a bleedinget, vérezni fogtok, nagyon hamar elvéreztek, hogyha nem tudtok onnan elmenekülni. Ez a két állat viszonylag könnyebben eliminálható. Mit értek könnyebb eliminálhatóság alatt? Teknős ki tudott kerülni, nem veszett fel a tojását. Hiéna, meglátott hol van, próbálsz alternatív útvonalat keresni a célot hoz, ahova éppen szeretnél eljutni. Következő, vadász rész, itt a négylábúakat találjátok meg. Gazella, ehhez tartozik ugye a Bambi is, ő nem támad meg téged, nagyon barátságos, növényevő. Ha nem akarsz harcolni, odamész, körbesétáló, nem csinál veled semmit. Kudó. Ez a kudó, ez a gazelláknak a úgymond főnök állata. Vagyis, ha ehhez hozzámész közel, igaz, hogy bár növényevő, és a gazella ugye nem támad meg, ő meg fog téged támadni, mert alfa hímnek tartja magát a csapatban, ahova ő tartozik, harcolnod kell vele. Hogy tudod elkerülni? Meglátod ezt a állatot, ott van közel a gazellákhoz, bambikhoz, antilopokhoz, ami itt lejjebb is található, és elkerülöd, ha nem akarsz vele harcolni. Ugye antilop. Ugyanúgy gazellákkal együtt ez a hármas csoport nagy többségében együtt mozog. Tehát ahol találsz gazellát, ott lesz antilop is. Az első, igazán veszélyesebb állatunk, krokodil. Ugye, mint a valóságban is, odamész egy krokodilhez, megtámad, megesz. Játékban ez is ugye, hogy föllelhető, odamész a krokodilhez, megtámad, megesz. Krokodil esést okoz. Mit értek esés alatt? Megtámad, harap rajtad egyet, hátraesel miatta. Ha, mint az előző részben is említettem, nincs meg a hármas életerőd, nagyon hamar meg tud ölni egy egyszerű, ártatlan krokodil is. Következő állatunk, panter. Ez egy nagyon tüneményes állat, nagyon szép, sok ember szereti, fekete párduc. Ezt a későbbi ember elmondom, hogy hol találjátok meg. Egyelőre, ahol én találkoztam vele, az az esőerdős rész, majd a következő részben megmutatom a térképet, hogy mi is az a térkép, mi az az esőerdő, és mit hol keressetek. Ő ugyanúgy megtámad titeket, ő is ugye, hogy kettes csapatokban szokott járni a pályán. Ha megtámad, ő nem okoz neked semmit, hátra se ugye, mint a krokodiltől, könnyen megölhető. Következő, már a nehezebb kategóriába haladunk. Nagy vadak. Milyen nagy vadak találhatók a játékban? Rinocérosz, fekete rinocérosz, király rinocérosz, illetve szürke rinocérosz. Ezeket egy csapatba szeretném venni, mivel a rinocéroszok egy helyen találhatóak meg. Egy helyre csoportosulnak, ez pedig a szavannás rész. Majd megmutatom nektek, hogy pontosan mire gondolok szavannás rész alatt. Ezekből a legveszélyesebb az alsó három. A szürke, a király és a fekete rinocérosz. Így ebben a sorrendben a rinocéroszoknál ők a főnökök is egyben. Tehát ahol megpróbáltok megtámadni egy szürke rinocéroszt, ott nagyon hamar meg fog jelenni a többi is a környéken. Óvakodjatok tőlük,
A rinocéroszok ugyanúgy lökést, illetve lassítást okoznak nektek. Mivel ők a vastagbőrű állatok közé tartoznak, így jóval immunisabbak az egyszerű fegyverek ellen. Következő állataink: élőholt, hiéna és a démonikus teknős. Ezek a névtelen város környékén találhatóak meg, illetve a csontsárkány környékén találkozhattok velük. Ők ketten csoportokban jelennek meg, csak is csoportokban próbálkozzatok ellenük, ugyanis vérzés lassítást okoznak nektek, mind a kettő. Így, ha találkoztok velük, megtalálsz egy élőholt hiénát, jön 2-3, 1 perc, és meghaltál. Ugye, hogy a démoni teknős jön 1-2-3, adott esetben akár több egy helyről, egyet megtámadtál, ha nem vagy fölkészülve, 1-2 perc, és meghaltál. Így próbálkozjatok ez ellen a kettő ellen, vagy védekezéssel, vagy ha meglátjátok őket, nagyobb ívve próbáljátok elkerülni. Tehát nem az, hogy elszaladtok mellettük, mert rád támad. Próbálj egy nagyobb körívet venni, és kikerülni őket. A dzsungel vadász lények. A dzsungelünk nem olyan régen került be, utolsó előtti patchünk volt, nagyon szép környék, majd meglátjátok. Itt több állattal is találkozhatunk, mint a sivatagi részen, ahova az első három tartozik. Sóbő, én inkább kakadunak szoktam nevezni, nagyon szép tollas jószág, ugyanúgy közelébe mész, megtámad. Viszont ő nem csak föllök téged, hanem van egy olyan különleges támadása, vesz egy nagyobb lendületet, föllök, és utána még harapdál téged, amivel míg fölkelsz, az életerőd csökkenni fog folyamatosan. Hogy tudod kivédeni, ha nem vagy elég magabiztos, kerüld ki őket inkább. Ha magabiztos vagy, meg tudod őket támadni, ajánlani tudom hozzá a kétkezes kardokat, vagy pedig a tört. A törrel vérzést tudsz okozni, de ezt majd a későbbi részben a fegyvereknél el szeretném mondani, hogy milyen egy tör, illetve egy kard. Következő, a démonpók. Ez a dzsungel résznek a főnöke. Mindegyes részhez tartozik egy külön nagy főnök. A dzsungelnek a démonpók, a sivatagnak a csontsárkány, a vulkáni résznek a kígyók, a jeges résznek pedig az óriások. De ezt majd mind a következő részekben el fogom mondani a bosszoknál. Nagyon sok főnök, kisfőnök és alsóbb főnök található meg a játékban. Majd ezt későbbiekben elmondom, hogy honnan fogjátok tudni őket felismerni. De haladjunk is tovább. Szalamanderek. A szalamandert hasonlítani tudnám inkább a krokodilhez, ugye olyan kinézetű, viszont piros teste van, onnan fogjátok tudni felismerni, illetve mérgezést köp. Mi ez a mérgezés? Egy nagyobb ívben egy ilyen teniszlabda nagyságú méreggolyót lő ki rátok, ugye? Mi következkedhető? Mérgezést fogtok kapni belőle. Ez a mérgezés 30 másodperc, maximum 60 másodperc, és letelik rólatok. Ugyanúgy, amivel meg tudod ölni, kétkezes kard. Nagyon hasznos az ilyen nagyobb állatok ellen, már a kétkezes kard. Tehát, ha szeretnétek jó fegyvereket használni, én előjáróban azt javaslom, hogy kétkezes kardokat használjatok. Következő állatunk, jaguár. A jaguár és a fekete párduc hasonló helyen található meg, dzsungel rész és a sivatagnak a széle. Ez a jaguár, ugye, hogy a fekete párduchoz hasonlóan minimális krippült okoz, tehát ez ilyen 10-15 másodpercnek kell elképzelni. Annyi idő alatt te lassabban sebzel, ő, ha nincsen életerőd, nagyobbakat sebez rád, meghaltál. Következő állatunk, tigris. Gyönyörű, szép jószág, egyesével járkálnak, tehát falkában én még nem láttam őket. A valóságtól eltekintve, hogy a tigris az nem egyedül van. Ugyanúgy a jaguárral, tehát az ilyen kisebb testű macskafélékkel, csak krippült okoz, semmi más problémát nem lehet belőle.
Ugyanúgy vagy kikerülöd, vagy kard. Grey ape, vagy ép. Mert kettő van a játékban, egy kicsi, illetve egy normális méretű gorilla. A kis gorilla kikötőben található meg, majd a későbbiek folyamán megmutatom, hogy hol van az a kikötő. Arra felé tudjátok keresni. Ő krippelt okoz. Ha nagyon lesebzett téged, vérzést is tud okozni. Illetve mind a két kezével csap. Hogy kell képzelni ezt, hogy mind a két kezével csap, és miért most említem? Ugye az eddigi állatok nagy többsége négy lábon járó állat volt. Kivéve ugye a kakadu. Ez ugyanúgy két lábon jár, és ha láttatok már dokumentumfilmeket, rádugrik, és mind a két mancsát összefogva csap rád egyet, mint a pankrátorok, ha el tudjátok képzelni. Na, ezt a játékban is ugye így kell elképzelni. Ellök téged, két mancsát összefogja, rácsap egyet, adott esetben negyed, fél életerőre le tud venni egy csapással. Kétféle sóbil. Az utolsó kettő kakadunk. Magyarul három kakadunk van a játékban. Zöld, piros és szürke. Az erősségi szintjük a szintüktől vagy a színüktől változik. A piros a gyengébb, zöld a középső, szürke már erős. Ugyanúgy mind a háromnak ugye az a támadási képessége. Harap, illetve vesz egy lendületet, átgyalogol rajtad, és harapd el tovább. Ezek a kakaduk szerintem közepesen erős ellenfélnek mondhatók. Ha találkoztok velük, és kiismeritek a mozgásukat, meg se tudnak titeket majd sebezni. De ez tapasztalatkérdés lesz majd. De menjünk tovább, sztyeppés világ. Farkasok. Farkasokból kettő fajta van, vagy szürke, vagy fehér farkas. Fehér farkas nagyon ritka a pályán, illetve a játékban. Ha megtaláljátok, nagy kincs, és nagyon erős. Farkasok 2-es, 3-as, 4-es falkákban lelehetők fel a sztyeppés pálya részen. Ők nem okoznak semmit, nem löknek el, nem lök fel, nem kriplöl. Ő egyszerűen csak harabdál téged. Mit tudsz csinálni? Meglátod a farkasfalkát, nagyobb ívbe elkerülöd őket. Nem lesz problémád belőle. Hegyi kecske, mountain goat. Ez a hegyi kecske az egyik legritkább állat a sztyeppés világon. Én még nem tudtam találkozni velük sajnos. De ha találkozom és lesz róla élményem, be fogok számolni nektek róla. Annyit tudok mindössze róla, hogy ő kriplöl és ellök téged. Ezen kívül nem tudom, hogy hol találhatóak fel. Ha megtudom, mindenképpen tudatni fogom veletek. Vadmalacok. Legimádnivalóbb és legmocsokabb állatok a játékban. Ha mondhatok ilyet. Miért mondom vadmalac? Cuki. Akármennyire csúnya, szerintem cuki. Csapatokban találhatóak, tehát nem 2-3 fő, hanem akár 5-6 fővel. És ők egyet megtámad, az összes rád fog rontani, krippelt, és adott esetben még vérzést is tudnak neked okozni egyszerre. Ami azt jelenti, hogy betalálkozol egy ilyen csapat kellős közepébe, mire föleszmélni meghaltál. Mit tudsz csinálni? Meglátsz egy vadmalacot, vagy kikerülöd a csordát, vagy egyre rámész, elszaladsz vele, hogy a többiek leszakadjanak, és egyesével levadászod őket. Sajnos más lehetőség nincs ellenük, mert meghalsz. Dír. Ugye, mint említettem már, gazellákkal, antilopokkal együtt tanyázik, békés, szuki jószág. Semmi baj nem lesz tőle. Akkor a nagyobb jószágok. Egy kicsit nagyobb jószágok. Nem tudom, hogy kinek akadt fel a szeme. Maci. Maci. Na, haladjunk szépen sorba. Rénszarvas és rénszarvas király. Ők úgy, ahogy a sztyeppés és már a havas rész környékén található meg, mind a kettő rád fog támadni. Ugye a rénszarvasokról hírhet, az agancsukkal fognak harcolni veled. Ugye, hogy a valóságban is agancsal harcolnak, itt is. Nem nehéz jószágok, ha mögé tudsz kerülni, mire rád forogna, kivégzed. Semmi baj nincs belőle. Macik. A macik azok már cukibbak és veszélyesebbek. Mert mint a mondás is tartja, a medve nem játék.
Itt sem játék a medve. Van barna medvénk, fekete medvénk. Így erősödnek. Barna medve veszélyes, egyedül ne menjetek neki, ha csak nem vagytok felfegyverkezve és direkt medvevadászatra készülve. Fekete medve? Még én sem merem megtámadni, pedig én már jártas vagyok a játékban. Fekete medvéről tudni illik, két fő legalább szükséges hozzá. Vérzést okoz, nem egyet, hanem legalább hármat elgyütéssel. Ellök és még kripplöl is téged. Tehát így a fekete medvére azt mondanám, hogy ha meg akarsz halni, keresd meg. Ha nem akarsz meghalni, csapattal menjetek és vadászatok rá. Készüljetek fel hozzá. És akkor, ha már négylábú jószágoknál tartunk, ugye említettem már a farkasokat, pártucot, tigrist. Mi maradhatott ki? Sabertooth. Ennél veszélyesebb állat nincs. Tehát a macskafélék közé sorolható, de iszonyatos nagy vérzést tud okozni neked, és a macskafélékhez képest egy medvével ér fel a sebzési aránya. Őt a havas részen fogjátok már megtalálni, akár még a hóba is beássa magát, mert már sajnos találkoztam olyan esettel, és pillanatok alatt észre sem veszed, mögötted van, és már harapja a fenekedet. Senki nem szereti az ilyeneket. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nem szeretem. Erre úgy tudtok felkészülni, mivel a havasban találjátok meg őket. Egyrészt téli ruha, amiről később majd fogok szót ejteni a ruháknál. Másrészt pedig óvatosan, lassan menjetek, és figyelve a földet. Ahol kisebb buckát találtok, ami szerintetek nem a pályaelemhez tartozik, vagy tegyetek egy kisebb kerülőt, vagy vegyetek fegyvert a kezetekbe, és úgy közelítsetek felé. És akkor el is értünk az utolsó három részünkhöz, ami szerintem a videónak a legértelmesebb és legszebb része lesz. Egzotikus állatok, magas vadászható állatok, ahol már említettem ugye a fehér és farkast és a fekete medvét, ezzel nem szeretnék külön már foglalkozni, illetve a mamut. Haladjunk akkor visszafele a mamuttól. Mamut. Van sima mamutunk és fekete mamutunk. A fekete mamutot onnan fogjátok fölismerni, nagyon már a zombis részen fogjátok megtalálni, illetve vörösen izzik a szeme, és egyedül járkál. Ő maga a halál. Tehát nem tudom, hogy ki az, aki már nézegetett videót, vagy bármit a játékból, mielőtt az én csatornámra tájvett volna, de annyit elmondok, mamutokra vadászhattok. Fekete mamutra? Nem. Még én sem jöttem rá a titkára, ugye is íjakra, majdhogy nem immunis. Kétkezes kardra, majdhogy nem immunis. Tőr, meg se próbáld. Úgyhogy jelenleg még keresem ennek is a módját, hogy hogy lehet levadászni a fekete mamutot. Ha megtalálom, mindenképpen jelezni fogom felétek. De foglalkozunk a vadászatóbb részével, a sima mamuttal. Sima mamut 2-3-as csapatokban találjátok meg, ugye, hogy a sztyeppés részen, már a hegyek környékén. Ő eldöntiteket és kripült okoz. Ha észrevettétek a játékban az állatoknak, a veszélyesebb fajtájának a nagy része kripült okoz, ugye is azért, mert másképp nem tudna titeket levadászni, kivéve a cicafélék. Kripül, lassít, nem tud sebezni, ő sebez téged, meghalsz, kész. És akkor az egzotikus állatok. A legszebb jószágok a világon. Értsd irónia, kappa. Kőfejűek. Sima kőfejű és király kőfejű. A sima kőfejűt úgy kell elképzelni, mint egy nagyobb testű. Hát, mihez hasonlítsam? Nagyobb testű német juhász, de kőből, szarvakkal. Magyarul. Ő elássa magát a földbe, úgy néz ki, mint egy ilyen göcsörtös kő. Onnan fogod felismerni, hogy általában három ilyen kis göcsört állt ki a földből. Ha ilyet találsz, az roknóz lesz, magyarul kőfejű. Őket nem nehéz megölni, viszonylag könnyű, veszélyes.
Ellenfelek semmit nem okoznak neked, hihetetlen, de semmit nem okoznak neked. Egyszerűen megölött kész viszontlátás. A király roknóz, vagy erről a király kőfejű, az már egy barátságosabb jószág. A átlag roknóznál találkoztam már vele, 10-szer nagyobb, egyetlen egy suhintásával, tehát még hozzá sem ér a karakteredhez, elmúltál. Tehát így elsétálsz mellette, ő suhint egyet, mert lehet, hogy harcol valamivel, és ott volt a kész. De hogy hol vagy? Már a jelenben nem. Őt nem közelítjük meg. Föl fogod ismerni, hatalmas böhöm nagy tög, nincs beásva a földbe. Meglátod, elkerülöd nagy hívbe. Teknős király. Teknősök környékén található. Nem egy nagy durranás, ugye, mint a nagy teknős, ő is ugrik. Lekrüpül téged. Nem veszélyes ellenfél. Na. Csontkígyó emberke. Nek a feje. Magyarul a csontkígyó ember. Őt, ahol megtaláljátok, az egy barlang lesz. Majd a barlangoknál szót ejtek róla. Ő vérzést, kripült okoz. Nem nehéz ellenfél, viszont ki kell kerülni az ütéseit, mert ha eldönt téged, olyan pillanatok alatt szétmarcangol, hogy hihetetlen. Magyarul összefoglaló, üt, elkerülöd, ütöd tovább. Üt, elkerülöd, ütöd tovább. Kész. Nem egy nagy ellenfél. Démon denevér. Őt a névtelen város környékén és városban találjátok meg, illetve egy-két barlangban még felfedezhető. Vérzést okoz neked, csapatokban jár. Tehát a csapatot úgy érsz, hogy két-három, akár öt ilyen lény van egy helyen. Ha egy megtámad, vagy te megtámadod, jön a többi. 20 a maximum vérzés, ha öttel találkozol, egy perc alatt rajtad a 20 vérzés, körülbelül mire megkapod a 20-as vérzés szintet, meg is halsz. Őket jó felszereléssel nem nehéz leverni. Mi a taktika ellenük? Amikor csapni akar, hátragurulsz, vagy kikerülöd, vagy ha pajzsal játszol, kivéded őket. De majd a pajzsokról is, illetve mindenről külön szót emelek majd, jó? Későbbi videók folyamán. Egyelőre most csak szeretném a játékban fölelhető állatokat megmutatni nektek, illetve elmondani, ki mire képes. De haladjunk tovább. Piros, zöld sárkány. Még emellé hozzátenném a fekete és a csont sárkányt, viszont arról nem szerezhető trófea, mivel azok főnökök. Piros sárkány. Régebben a Konem város környékén volt föllelhető, azóta, ahol én találkoztam vele, az a névtelen város. Ő egy nehéz ellenfél, egyedül járkál, nagy termetű ellenfél. Ha egyedül járkáltok a játékban és nincs csapattársatok, ha csak a körvonalát meglátjátok, is kerüljétek el. Leverni 4-5 fős csapattal tudjátok, kétkezes kardokkal, illetve egy valaki íjazza, hogy belassuljon, mert az íj az krippült okoz. Belassul, nem tud titeket megtámadni, meg megfordulni sem tud, így tudjátok ütni. Zöld sárkányra ugyanez jellemző, annyi, hogy méretben nagyobb, mint maga a piros sárkány. Tehát a piros sárkányt úgy képzeljétek el, mint mondjuk egy 10 emelet magas tömb, hogyha két lábra áll, akkor olyan nagy, és szélességében is úgy képzelhető el. A zöld sárkány olyan 15 emeletes toronyháznak képzelhető el, szélességben, magasságban. A csontsárkány egy 20 emeletes ház magasságában képzelhető el, szélességben, nagyságban is. Vérzést okoz, mérgezést okoz, kriplült okoz a csontsárkány. De ezeket a sárkányokat ne úgy képzeljétek el, hogy repülnek, úgy néz ki, mint egy mesébe egy sárkány. Nem, ők négy lábon járnak, nagy termetű állatok. Csontsárkány a játékban egy különleges főnöknek számít, külön arénát kapott, az a sivatagnak majdnem a kellős közepén található, a lejutását még nem találtam meg, hogy lehet lemenni abba az arénába,
ha eljutunk az arénás részekig, hogy milyen arénák találhatók a játékban és milyen szörnyekkel, addigra szerintem megtalálom, és akkor megmutatom majd nektek. Jó? Akkor ez a része, ez ennyi lett volna az állatokról, illetve az emberekről. Következő részben akkor beszéljünk a térképről. Mivel elég sokat beszéltem róla a területekről, így akkor az lesz a következő részünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyen szép napotok. Ha bármi észrevételtek van a videóval, várom nagyon-nagyon nagy szeretettel. Jók legyetek, és ha gondoljátok és tetszik az, amit láttok, iratkozzatok fel. Sziasztok!